Érkeznek a gyerekek pénteken délelőtt az Olimpiai Sportparkba. A sportcsarnokban már felkészülten várják a rohamot a különböző szervezetek képviselői. Itt rendezték ugyanis a 6. iskolai közösségi szolgálati bőrzét. 6 évvel ezelőtt, amikor ezt kitaláltuk, akkor született egy olyan gondolat, akkor még új volt, hogy a diákoknak az érettséghez kötelező 50 órát teljesíteni. Hát ezt nem tudja másképp, mint keresfogadó szervezetet, és letölti valahol értelmesen az 50 órát. Na itt próbáltuk meg összehozni a fogadó szervezeteket, a diákokat, és hogy ne legyen unalmas, a mai napra kitaláltunk egy ilyen programot egy pályázati forrás terhére, hogy egy népszerű előadót, a Zaher doktort hívtuk meg, és lám megtelt a csarnok, tehát értelmes volt ezzel foglalkozni. És amikor én annyi idős voltam, mint ti, vagy mondjuk néhány évvel idősebb, vagy mondjuk ma, amikor orvosiskolába jártam, akkor gyakorlatilag hát... Szerettem volna elszívni egy marihuánás cigarettát, akkor azt sem tudom, hogy merre indultam volna. Ma pedig szerintem nem lövök mellé a történetnek, elküldesz most egy SMS-t, és mire vége ennek a rendezvénynek, itt a valamelyik kis utcában megáll a lesötétített üveg Golf, ablak le, pénz be, csomag ki, ablak fel, kocsi el. Szóval a világ hihetetlenül sokat változott ebből a szempontból. A népszerű toxikológus droggal kapcsolatos előadása méltán volt figyelemfelkeltő és egyben elgondolkodtató. Ezért is esett rá a választás, hiszen ismert, elismert és hiteles ember a fiatalok szemében, a témaválasztás pedig abszolút időszerű. Mindenképpen aktuális sajnos, azt kell, hogy mondjam, és miután 9-esről beszélünk, akik ebben a tanévben kezdtek, egy jó részük vidékről bekerült a városba, még mielőtt bármi olyan dolgot elkövetnek, ami visszafordítatlan, hát akkor most egy autentikus embertől hallják meg, hogy mivel ne találkozzanak, és vele ne találkozzanak. Tehát azt szoktam mondani, hogy ne ő ébressze őket reggel, tehát ezt szeretnénk elérni vele. Nehéz a fiataloknak elfoglaltságot találni. Ezt emelte ki Záher Gábor előadásában. Ezt Csepi László is megerősítette a közösségi szolgálat kapcsán. Ez a fajta program azonban megkönnyíti a dolgukat. Ami nagyon nehéz, értelmes elfoglaltságot adni a diákoknak. Mi ezt megpróbáljuk, én a Katasztrófa Édem nevében tudok nyilatkozni. Az összes gyakorlatunkon, rendezvényünkön, sérültként, bemutatókon, homokzsáklapátolással egybekötve egy ifjúsági csapatot csináltunk a Bercsényben, akik árvízi védekezésre készülnek fel. Könnyű nekik, hogy a rendészeti képzés is van a Bercsényibe, de ettől még ezt önkéntesen csinálják. Hát értelmes dologgal próbáljuk meg. Csak úgy csatlakozott hozzánk a Lukács szintén közel 100 fővel, és a Pál Víz szintén egy 100 fős középiskolás 11-12. Évfolyamos diákok, úgy szóval felnőttek el, akikkel már egy adott helyzetben meg tudjuk kezdeni a védekezést. Most az ő fölkészülésük, fölkészítésük, gyakorlataik szintén beleférnek ebbe a közösségi szolgálati tevékenységbe. A választás tehát nem könnyű, de a 6. közösségi szolgálati bőrze mindenképpen a megfelelő döntés meghozatalában segítette a diákokat. És ez nem